Egyiptom a piramisok, a fáraók, a kincsekkel teli sírok hazája, ahol az uralkodók istenként vezették az országot. A múzeumban táborozóknak így minden napra jutott egy-egy tematika, amivel még többet megtudhattak az ókor Egyiptomról. A gyerekek vetítéseken és történeteken keresztül sajátíthatták el a történelmi ismereteket, és az elméletet gyakorlattal egészítették ki. Készítettek gémes kutat, ami az öntözésben segítette a gazdákat, és kanopusz edényt, melyekbe a belső szerveket tették a mumifikálás során. Mi betettük bele a belső szerveket? A? Milyen edény? A? Kanopusz edényben nagyon jó beletettük, ugye ebből 4 darab van, meg volt, hogy melyik betették a májat, a tüdőt, azt. A beleket. Tutankhamon talán a legismertebb fáraó, ugye szépen éppen megmaradt a sírkamrája, és rengeteg érdekes lelet került elő a sírból. Ezeket ismerik meg a gyerekek, illetve elkészítjük a halotti maszkját is Tutankhamonnak, és hát persze sok-sok játékkal, közös csapatépítő játékkal készülök nekik, illetve pénteken, a záró napon eljátszunk egy történetet, Osiris és Ízisz történetét, és ezt a szülőknek megtekinthetik a skanzenba, hogy hát mégis egy kis zárásként, kis tábori összefoglalóként így zárjuk le az egy hetet. A régésztábor mindig nagy népszerűségnek örvend, és visszajáró gyermekek gyarapítják, akik szívacsként szívják magukba az újabb ismereteket. Néhányukat megkérdeztük, mi tetszett nekik ez idáig a legjobban. Nekem a színdarab próbálja. Igen, meg a játékok is nagyon jók voltak, a szabadidő, a kézműveskedés. Nekem is a kézműveskedés, köztük az a gémes kút tetszett nagyon, meg hogy ilyen szinte mi is mumifikáltunk, csak hogy nem szedtük ki, hanem meg volt a csontvázés, mi azt betekertük, aztán egy szarkofágba beleraktuk, és bevittük a kicsike piramisba, meg hogy agyagoztunk, az is nagyon tetszett. Az általános iskola 5. osztályától Egyiptom kötelező tantárgy, így a táborban megtanultakat az iskolapadban is kamatoztathatják majd a gyerekek.